Egy ilyen mozdulat a közúton ütközéssel járhat, sőt, emberéletet követelhet. A közúti közlekedés nem játék. Az országos statisztika szerint évről évre sokszorozódik a közúti balesetek száma. Ennek megelőzésére Liviu Jernyán, az MRT Motorsportklub elnöke úgy értékeli, a defenzív vezetés oktatása a megoldás. A defenzív vezetés az esetleges közúti veszélyekre, vezetőtársainkra, baleset megelőzésre vonatkozó hozzáállás. A lényeg, hogyha az egyik gépjármű vezető hibázik a közúton, legalább a másik sofőr legyen felkészülve a veszély kikerülésére, elhárítására. Ezt a szemléletmódot igyekeznek átadni már a gyerekeknek az MRT Motorsport Klub oktatói. Nem csak elméletről van itt szó, hanem gyakorlatban is vezethetnek a gyerekek, de azelőtt közösen építik fel a pályát, amin majd vezetnek. Artur, gyere ide! Tedd le a konokat! Fogd meg ezt, megfogod, én ezt többet nem kötöztetted a kezed. Az öt lépés, mész oda, zsombi, te maradsz helybe, Lili. Menj előre. De te is kijössz. Még, a konuszig. Hát én rendes lépést csináltam. Tartsd meg ottan, jó, és te ezt teszed oda. Következő, csak öt lépés. Úgy mentek körbe. Jó, oda tegy egyet, oda úgy, gyere. Én maradok egy helyben? Te maradsz egy helyben, igen. Hopp, jó, ide még egy gumit. Jó, hozz ide azokat a nájlonokat. Többit már csináljuk szemből. Nem fog tudni befordulni ez. Na jó van, kész, elé nem kell többet a szalag. Menj hozzá egy logánt, Artur. Nájlont, ide. Ott menjél be! Jó, ide még kell egy. Lehet nájlont is. Na, ott, ahol van a narancssárga szemétláda, oda csinálsz egy sikánt. Gondolj ki egy sikánt, ereszed, hogy menjen. Ha valamit nem tudod, kérdezni, mert nem kerül pénzbe, csak a válasz kerül pénzbe. Köszönjük, Mirjuk bácsának. A Maros megyei Transzilvánia Motorring versenypályán zajlik ez a tevékenység. A versenypályát eddig főként versenyek alkalmával mutattuk meg. Mégis ez a szoba nem volt látható. Ezeknek a transpondereknek a segítségével szokták követni a versenyzőket. Pontos kimutatás van a sebességről, mozdulatokról, hogyha a versenyt követő eredményhirdetést valaki megóvná. Ez alkalommal nyilván nincsenek ellátva a gyakorló autók ilyen mérőeszközzel, hiszen az MRT klub, azaz a Maros Rally Team szervezi a közúti képzést a gyerekeknek. Miután Jernyán Liviu és Zöld Zsombor oktatók közösen a gyerekekkel felépítették a pályát, ahol majd szlalomozni is kell, a pályapróbát már kiskorúra bízzák. Gyuli, tu, după ce iese Artur cu aia neagră, intri cu Loganul și faci poligonul. În Logan nu trebuie cască. Și câte ture să facă Artur și cu Giulii pe poligon? Artur să facă două ture, după ce iese Artur, intră Giulii cu două ture. Liviu, necă nu te pentine cu tău. Necă. Amellett, hogy pályára állnak a gyerekek a volán mögött, egyéb fontos gyakorlatok is vannak. A szabadkerekű gépjárművel próbálhatják ki magukat, akár ellenőrzött baleset körülményeket is előidézve. Nagyon fontos, hogy mindig gyorsan dolgozunk a volánból, azért mert nincsen időnk sokat gondolkozni, tudjuk, hogy sodródik az autónak a háta, és vigyázunk arra, hogy mennyi a lendület, azért mert, hogyha túl nagy a lendület, pont úgy járunk, mint most. Megpördül az autó, nincs amit csináljuk már.
Meg kell találjuk, hogy hol van az a határ, ameddig az autót tudjuk kontrollálni, és ennek ez a mód. Oké? Okay? Óvatosan szépen egyesbe indulunk előre, és jövünk vissza fel a konc irányba. Oké? Okay? Így pörög az autó, ha valaki nem tartja be az oktató tanácsát. Itt már az oktató megmutatja nekünk is, hogy mit hogyan kell, és mit hogyan nem. Stábunk egy tagja is kipróbálhatta magát a régen haladó autóban, nyilván oktatóval a jobbján. A lényeg az az, hogy úgy legyen beállítva az ülés, hogy könnyen elérjük a kormányt, mivel nincsen szervó az autóban, pontosan azért, hogy legyünk rákényszerülve erőt kifejteni, és önkéntelenül is helyesen használni a kezünket. Tehát ez az egykézzel kamionos vezetés, meg amikor a parkolóba kényelmesen állunk be, vagy ki, ez nem működik itt, két kézzel kell megfogni, és akkor önkéntelenül is megmarkoljuk és erőt fejtünk ki ahhoz, hogy tudjuk használni. Tehát fontos, hogy kényelmesen hozzáférjünk a volánhoz. Egyesbe fogunk menni, mert nem szükséges most a nagyobb sebességeket. Bőven elég lesz nekünk az a lendület, amit az ad. És az elején megpróbálunk néhány ilyen hosszú ovális kört a zsalonok körül. Uh-huh. És majd miután megéreztük, hogy mi történik akkor, hogyha az autónak elkezd csúszni a háta és ellenken kormányozunk, és nem ijedünk már meg tőle, akkor bemegyünk a zsalonok közé is, és elkezdünk egy picit ficánkolni közöttük. Uh-huh. Abban miután... az esetben, hogyha elszabadul a hátsó része az autónak, a fékkel segíthetem magam, vagy akkor sem fog segíteni? Nem kell segíteni fékkel, nekünk arra kell rákoncentrálni, hogy miután mozgásba tettük az autót, azután egy kényelmes, konstant sebességet tartsunk gázpedálból. És utána ez segít nekünk abban, hogy csak a kormányra kell koncentráljunk. Nem kell se kuplungot, se féket, semmi egyebet használni. Nyilvánvaló akkor, hogyha kiszabadul az autó kontroll alól és megijedünk, akkor simán lehet fékezni, megáll, az autó így is úgy is megáll, úgyhogy nem történhet semmi baj. Addig, amíg egy berendezett poligonon vagyunk és oktató ül az autóban, addig olyan nagy baj nem történhet. Egyesbe tesszük, mehetünk, utána félre is lehet tenni a bal lábat, nem kell többet kuplungoljunk, és csak arra koncentrálunk, hogy az irány az jó legyen. Az autó slégen, meg mindenféle furcsa pozícióban fog menni nekünk. Az a lényeg, hogy az aszfaltcsík után, például itt ezen az egyenes vonalon tudjunk előre menni. Mindegy, hogy az autó az nem egyenesen áll. Tehát ezt a vonalat kell célozzuk, és arra fele mindig a kormánnyal, hogy az autó úgy menjen. Megyünk egy picit előre. Előre megyünk most, jó? Elfelejtjük a zsalonokat, csak az, hogy azaz, és előre. Így, rendben van. A lényeg, slégen megyünk, az autónak a háta az a völgy fele áll, de mi akkor is tartjuk ezt az egyenes vonalat, amit magunk előtt látunk, és mindig kell legyen előttünk egy ilyen elképzelt vonal, ami mentén egyenesen kell menjünk. Nem kell kiegyenesítsük az autót, a lényeg az, hogy a haladási irány az legyen, amit mi szeretnénk. Nagyon jó, erről van szó. És akkor, amikor fordulunk, akkor gyorsan dolgozunk a volánból, uh-huh. És most például egy gyors jobb kanyart csináljunk, tehát teljesen jobbra a volán. Úgy figyeljünk arra, hogy amikor erőt kell kifejtsünk a kezünkkel, ne fejtsünk ki erőt a lábunkkal is, általában ez történik, és akkor pont ez történt, megugrik az autó és megijedünk tőle. És menjünk a zsalonoknak a felső felén, tehát a zsalonok és a kerítés között, és akkor csináljunk néhány lassú kört. Egyenesben lehet most már növelni a tempót, mert nem kell kanyarodjunk, egészen addig, amíg be fogjuk menni a kanyart az utolsó zsalon után, addig mehetünk gyorsabban egy picit. Furcsa ez azért, hogy nem áll egyenesen az autó. Igen, ez... Ez a lényeg. Meg lehet szokni, igen, ez a lényeg valóban. Jó, még nem. Most kezdünk el kanyarodni, és egyből a kormány koppanásig. Azaz, most kiegyenesítjük megint az autót, és egyenesen megyünk az utolsó zsalonig. Már észreveszünk, hogy már egy picit farol. Nem engedjük, hogy húzzon minket a völgy fele, mi tartjuk a mi irányunkat. Uh-huh. Még, és most kezdünk el kanyarodni. Azaz, és már egy állandó farolásban van az autó ilyenkor. De mi már nem félünk tőle, megint előre megyünk az utolsó zsalon, amikor pont mellénk ér, akkor kezdünk el kanyarodni, és egyből a volánnal koppanásig. Most, nagyon jó. Azaz. És
ellenkormányzunk, de csak amennyit kell, azért, hogy megtartsuk az egyenes vonalat. Nagyon jó. És most már azt hiszem, hogy be is mehetünk a zsalonok közé, tehát miután itt visszafordulunk, hát ha ennyire bízol azután benne, akkor... be is megyünk a zsalonok közé. Általában megérzem, amikor eljött a momentum, úgyhogy ez most. Egy picit hagyjuk előre még, és most kezdünk el kanyarodni, azért, hogy ne húzzuk rá az autónak a fenekét a kónuszra. Még egy picit, most kezdünk el, és gyorsan a volánból, tehát egészen koppanásig. Egy-egy rövid gázfröccsel általában lerövidíthetjük a kanyarnak a rádiuszát, tehát tudunk segíteni magunknak azzal, hogy az autó súlyát azt a saját érdekünkben, céljainknak megfelelően használjuk fel. Jobbról balra dobáljuk az autófenekét, ha így tetszik. Azaz, nagyon jó. Jó, vissza, ellenkormányzunk, sokat, és gázolunk, egy rövid fröccs. Azaz. Annak ellenére, hogy az az érzésünk, hogy elütjük azt a hűtőszekrényt, ami most feltér fel, nem történik ez meg akkor, hogyha észnél vagyunk, és tudjuk azt, hogy az autó úgyis be fog fordulni, még hogyha nehezen is készül rá. Mert akkor, hogyha elveszük a gázt, akkor ott maradunk. Nagyon jó. Jó, már is vissza, azaz. Egy kis gáz most, akkor könnyebben be fog itt minket fordítani. Nagyon jó. És ez történik akkor, amikor mégis egy picivel több a lendület, mint amennyit át lehetne vinni a kanyarba. És pontosan ezt kell megtanáljuk. Ezt találjuk, ezt a határvonalat, hogy meddig lehet elvinni az autót. Eddig. A gyűrűmre. Igen, annak korhatárosak a gyerekek számára ezek a képzések, viszont bármilyen pici is a sofőr, az ülést be lehet, sőt, be kell állítani. Dutem pikmai faca, așa. Bun, și acum poți să în spate. Ok, e comod așa? Da. Da, hai să reglăm. Nu, îmi la te rog frumos la cheie. Bine, mai când zic eu. Pune, te rog, minile pe volan, să văd un pic. Așa. Poate trebuie să te ridicăm un pic. Așa ar fi mai... Comod și atunci un pic în spate. Ia să vedem, apasă un pic amreajul. Da? E perfect așa. E ok? Da? Să mai pun o pernuță aici? Nu, ajunge. Bine. Dacă tu zici, eu te cred. Megtanítja az oktató, hogyan kell leellenőrizni az autót indulás előtt, és kulcs. Aj, bun, acum am pornit motorul. Perfect. Schimbăm și viteza? În a doua? Nu? Ok, așa mergem atunci. Az oktató árgus szemekkel figyeli diákját. Nu lăsăm, nicio clipă nu lăsăm volanul, bine? Ambele mânuțe pe volan. Amellett, hogy ellenőrzött körülmények között tanulják meg a kiskorúak az autó működését és használatát, gyalogosokként is megtapasztalják a közúti közlekedést. Ami nagyon lényeges, most megtanultuk, hogy a gyermekekre kell vigyázni, de hát én, mint felnőtt, kell vigyázok a gyermekre, mert nehogy átmenjen az utván, jön az autó, ne engedjük be az autóba, meg ezek a régi hagyományok. Szép lassan ki kell neveljük magunkból. Miért? Mert nagyon sok autó van, lehetőség, hogy a gyermek autóhoz jusson van, és akkor persze többre megyünk, ha azt a gyermeket megneveljük kicsi korától, hogy mit jelent egy autó, milyen veszélyt okoz egy autó, és ezt csak úgy lehet, ha behozunk tapasztalatba. De hát tanítsuk meg, hogy vezessen, de vezessen felelősségesen, jó figyelés alatt, mert egy gyermek egy kicsit kell nőjön ahhoz, hogy érezze azt a felelősséget a balesetekkel szemben, meg a forgalommal szemben, meg a, mi nem csak arra tanítjuk a gyermeket, hogy mit jelent egy autó, hanem mit jelent egy forgalom, hogy kevésekedjen gyalogosan, hogy átmegyünk egy úton, ha nem is megyünk át egy úton, megállunk a járda szélén, hol kell megállni, hol, mert veszélyes sokszor, mai nap veszélyes a járda is, tehát arra is kell vigyázunk. Na most ezt az egészet, nagy öröm nekem, hogy sikerült egy, és lényegében ez az egy érdemem nekem, hogy sikerült összehozni egy csapatot, egy ügyes csapatot, trénerekkel, szerelőkkel, szülőkkel, akik ezt megértették, hogy mit szeretnék elérni. Nagyon sokat járulnak hozzá, segítség van. Mi is a másik oldalán vigyázunk, hogy felkészítsük, mivel tudjuk, hogy egy gyereke nem lehet úgy bánni, mint egy felnőttel, mert a neveles, úgymondott nevelés a gyermekek egy kicsit érzékenyebb. Pont azért nem én találtam ki, hanem ezt
kollaboráltam szakemberekkel, akik gyereknevelésben szakemberek, megtanultam azokat a pontokat, amivel el lehet érni valamit egy gyerekkel szembe, és természetesen ezt továbbadtuk a kollégáimnak, és én azt mondom, hogy sikerült. Van, aki már 3 évesen elkezdte a motorsportot motoron, van, aki kartingozott, mielőtt igazi gépjármű volánja mögé került. Mi se pare ușor, dar cu maneta, cu schimbătorul, mi se pare puțin greu. Deocamdată bănuiesc. 6 évesen kezdtem a motocross bajnokságokban, utána 9 évesen 2 évet mentem go-kart bajnokságokba, és most 12 évesen fogtam neki autóval versenyezni. Hallod, hogy lehet autót vezetni, hogyha ki se látsz a kormány mögül, meg azért a motor se pont a kisnövésű gyerekeknek való? Hát nagyjából át vannak alakítva ezek az autók, mert még kicsik vagyunk, és hogy lássunk ki belőle, és érjük el a pedálokat, minden. Vannak kisebb-nagyobb átalakítások benne. Mi a varázsa számodra a motorsportnak? A sebesség. A sebesség? A sebesség, mert... és az adrenal. Hogy tanultad megúralni a sebességet? Mert ugye, hogyha elszabadul az autó, abból baj is lehet. Hát, vagy a motor akár, abból még nagyobb. Elég nehezen, sok idő kellett el, és minél több edzés. Uh-huh. És, mert végül is az edzés teszi az embert, és a tapasztalatot, és a tudást. Édesapád és édesanyád, hogy álltak hozzá ehhez, hogy te a motorsportokban próbálsz érvényesülni már egészen kiskorodtól? Hát édesanyám az nem annyira örvendett ennek, meg kicsit féltett, úgy őszintén mondva, de édesapám nagyon örvendett neki, mert ő is ment offroadba, és több motorsportos tevékenységekbe. Van egy olyan célod, hogy akkor te most profi versenyző leszel valamilyen területen, vagy elmozdulnál le a rally irányába? Igen. Ieri am Liviu nesebunic și mai mult era la început cu motoarele, după aceea cu mașinile. Și am văzut și ne-a plăcut cum și el tot era cu mașinile, ne ducea cu el când eram mici și ne-am gândit și noi când ne plictiseam. Și ni s-a părut palpitant. M-am apucat în 2020, când a fost pandemia, pentru că bunicul nostru ne-a învățat și pe mine și pe surioara mea. Și anul ăsta m-am apucat mai tare, că și familia și prietenul meu face acest lucru și m-a îndrumat și pe mine să mă apuc și mi-am dat seama că chiar este pasiunea mea pe care o vreau să o fac toată viața. Ce simți când conduci o mașină? Mă simt în al nouălea cer, nu știu. Nu pot să exprim senzația, este minunat. Cum a fost la început? A fost greu să te obișnuiești cu o mașină, cu orice se leagă de acest sport? Da, recunosc că a fost chiar greu până m-am obișnuit cu mașina, să simt mașina, să știu să conduc cât de cât ok. A fost destul de greu, dar mă bucur că acum am avansat și se vede. Már a gyerekek látják, hogy a baleseteket meg lehet előzni vezetéstechnikai képzéssel és az ismeretlen közúti helyzetek elkerülésének begyakorlásával. Balesetet meg lehet előzni olyan gyakorlatokkal, amelyeket itt tanulsz meg? Van amelyiket, igen, de van amelyiket nem. Melyik az a gyakorlat, vagy melyik az az autó, amivel olyan gyakorlatot végeztél, hogy szerinted meg tudod előzni? Hát például van a szabadkerekű, amelyiknek meg lehet tanulni, hogyha az autónak elcsúszik a hátulja, például akkor mit kell csinálni. És mit tanultál, mit lehet csinálni? Hát ellenkormányozni kell, és úgy ki kell szépen szedni. Igen, fontos, mert lehet, hogy az életedben csak egyszer van szükség arra a gyakorlatra, hogy ugye beültessed az életbe, de ha nem tudod, akkor viszont baj van. Hogy látod a felnőtteket? Ugye napjainkban nagyon sok baleset van. Ha lennének ilyen vezetésképzésen, amilyenre te jársz, szerinted elkerülhetőek lennének a balesetek? Igen, a balesetek nagy része elkerülhető lehetne, mert van, aki nem tud annyira vezetni. Uh-huh. És emiatt. Hogyha gyakorolna, akkor lehet jobban menne a vezetés. Opellel tanultunk, ha jeges lenne az út, akkor korrigálni tanultunk, meg megtanultunk megállni szépen, ilyeneket tanultunk. Szerinted a felnőtteknek szüksége lenne ilyen képzésre, mint amilyen ti vesztek részt? Akár olyannak, akinek már van jogosítványa. Igen, nekik is szükségük lenne ilyesmire, mert nagyon sok új dolgot tanulhatnak ők is. A szülők támogatják gyerekeiket ezen a pályán. Ez már nekem egy nagyon régi szenvedélyem, és a régi
Én is voltam úgy, mint pilóta is, mint szerelő is, meg navigátor is az életben, ezt végig táncoltuk az egészet. És a gyermek úgy nőtt fel a garázsba, hogy ezt látta, hogy ezt csináljuk, meg versenyautókat is készítek fel versenyekre, és ő ezt így végignézte, akkor hogy magyarázza be ennek, hogy ez egy hülyeség. Elég nehezen értette volna meg, vagy rossz minta vagy. Na de mindenképpen mivel tudja motiválni a gyerekét, mert ő is úgy nyilatkozott, hogy el akar ezzel valamit érni, nem csak szabadidős tevékenység. Hát mi ezt már tavaly elkezdtük úgy profi szinten, mert le van licencálva, mert 12 évig nem lehetett, azért addig gokardoztunk, csak beleszólt a pandémia, és az egy kicsit nem sikerült a legjobban. Nem lehetett se edzeni, se futamokra menni, de egyhogy nagyon szereti. És ez a legfontosabb. Most, hogyha valamit szeret valaki, azt abba kell támogatni. Az oktatók nem csak a gyerekeknek tartanak vezetéstechnikai képzést, hiszen a közúton mindegy, hogy ki hány éves. A lényeg az lenne, hogy a baleseteket elkerülje a sofőr. Bárki, aki autót vezet, mindegy, hogy gyerekről vagy felnőttről beszélünk, ezekre a helyzetekre fel kell készüljön. Nyilvánvaló, a gyerekek még nem vezethetnek közutakon, tehát számukra sokkal kisebb a veszély. Ennek ellenére majd, hogyha oda kerülnek, hogy közúton vezessenek, akkor ezeket a dolgokat jó, hogyha már tudják. Nagyon sok felnőtt vezető van, autóvezető, aki sajnos soha nem végzett el egy ilyen képzést, soha nem szembesült egy olyan helyzettel, mi történik akkor, hogyha kigurul az út közepére egy szikla, és azt nem kell nagy sebességgel menjen ahhoz, hogy probléma történjen, ezt mindenféle sebességgel meg kell tudni próbálni kikerülni. Úgyhogy igazából ebből a szempontból nincsen különbség a felnőttek oktatása és a gyerekek oktatása között. Mindenképpen abban segít, hogy az autónak az irányítását azt megtanulják, milyen ellenállást gyakorol a izmaikra a volán, milyen erővel kell nyomni a féket, merre lendül az autónak a súlya, tehát ezek mind olyan dolgok, amiket meg kell tanuljanak. Addig, amíg ők közúton vezethetnek, nekik egyetlen út van a vezetésnek a gyakorlására, és az a versenykörülmények között, tehát a motorsport. Úgyhogy ott már az egy következő szint, ahol egyéb dolgokat is meg kell tanuljanak, de az alapok mindenhol ugyanazok. Van a szabadkerekes autó, amit ugye együtt is kipróbáltunk. Az mire tanítja meg a gyerekeket, meg adott esetben, hogy a felnőtteknek van képzése? Pontosan ez az elképzelés, hogy olyan helyzetekkel szembesítsük a résztvevőket, azok, akik eljönnek egy ilyen képzésre, amiben, ha szerencséjük lesz, soha nem fognak találkozni közutakon, de hogyha előáll egy hasonló helyzet, akkor kezelni tudják és kontrollálni. A szabadkerekű autónak pontosan ez a szerepe, hogy az autónak az elcsúszását, vagy a kanyarban a kicsúszását szimulálja, és arra vezeti rá, vagy arra kell rávezessük mi az autóvezetőt, hogy szembesüljön a helyzettel, ismerje fel, hogy hogyan lehet azt, vagy milyen módon tudja ő azt kontrollálni, és begyakorolja ezeket a mozdulatsorokat. Konkrétan egy 2-3 lépéses, egyszerű válaszreakcióról van szó, de ezt meg kell szokni, nem kell megijedni tőle, meg kell tanulni, be kell gyakorolni, és akkor onnan arra fele lehet alkalmazni, akkor is, hogyha előáll a való életben egy ilyen helyzet. Az MRT Junior program nem csak a mindennapi autózásról szól, hanem akár versenyzőknek a bölcsőjéül is szolgálhat.